2021-et tartjuk. Tehát a Mádi út felújítása, az szerepel a költségvetésben, és ez, ennek zajlik, zajlik az előkészítés. Ugye itt közmégyeztem, mindig a hosszú munka ezekkel kapcsolatban az, mert ugye minden közmű cég ugyanabban a nehéz helyzetben van, és azért, csomó esetben azért születnek irracionális döntések, mert senkinek nincsen beruházási költségvetése. Mert ugye az árszabályozásnak az lett a következménye, hogy mind a csatornázási művek, mind a vízművek, mind a régi gázművek, aki már nem gázművek, hanem nem tudom, hogy hívják, nem maradt beruházási pénze. Tehát amikor mindenki akkor cserél, amikor valaki hozzányúl. Mindenki azt várja, hogy a másik hozzányúljon, mert akkor neki nem kell helyreállítania. Viszont egy csomószor megtörténik az, hogy mondjuk nálam nagyon rossz állapotban van egy út, már tényleg föl kéne újítani. Én nem tudom kifizetni a közműkiváltást, nem tudom kicserélni a vízcsövet, nem tudom kicserélni a csatornát, mert nincs annyi pénzem a költségvetésbe, de nem is tudom ráterhelni se a vízművekre, se a csatornázási művekre, se a főgázra, mert ő is azt mondja, hogy bocsánat, de én azért vagyok életben, mert nem újítok föl semmit. Ami egy nonsens, tehát az az igazság, hogy olyan kára van az elmúlt 8 év árszabályozásának. Csak a vízművek területén látom. Ugye most néztem, 92 éves cső volt legutolsó ilyen csőtörés, 92 éves. De van olyan nagy nyomású vízcsővezeték, ami csak 50 éves, de azonnali cserére szorul. Itt több száz kilométer csőcsere maradt el az elmúlt 8 évben, mert az árszabályozásnak az lett az eredménye, hogy a működés az a rekonstrukció rovására tudott megvalósulni.